Lucca és Pisa után elindultunk Dél-Toszkánába, a másfél óra autóútra lévő San Vincenzo Albatros campingbe. Onnét eltekertünk Piombinóba, a Populóniai félszigeten keresztül, bringáztunk a városban, átkomposztunk Elbára, és ott eltekertünk egy májusban is melegvízű strandra. A kemping kb. 1 kilométerre van a tengerparti Szabastrandtól, 4 kilométerre a Baratti-öböltől, 7 kilométerre Populóniától, az Etrusz várostól, és 20 kilométerre Piombinótól, ahonnan a kompok is indulnak. A kemping tiszta, rendezett, parkosított közösségi terekkel, több medencével, színpaddal, üzletekkel, kutyastranddal, gyerekélményparkkal, éttermekkel, pizzériával és elvitelre szánt büfékkel. A parcellák jól szeparáltak, az embernek van privát szférája. A hely a luxus kempingek közé tartozik. Ez a luxus májusban kacsi kártyával kettő főre 15 euróba került. Szóval nekünk mindahogy nagyon tetszett. A kemping felfedezése után elindultunk Piombino felé. A Baratti öböl mentén van kerékpárút is, egészen Populóniáig. Az út egy része a hűsítő erdőkön keresztül vezet, a félsziget irányába újonnan kialakított murvás kerékpárútra. Baratti-öbölben több strand is van, ahol büfék és éttermek is vannak. Utunkat az öböl mentén Populónia irányába folytattuk. Az információs tábla több túraútvonalat is kínál. Az Etrusz történelmi város megtekintése után elindultunk Piombino irányába. Az út inkább gyalog, hogy mountain bike túrára való, de a mi trekkingeink is jól bírták. Mondjuk Muki hátul a kosárban biztos nem élvezte annyira. A túraútvonal mentén több kilátópont is van, ahonnan látni a Toszkán szigeteket is. Az etruszkok, majd a rómaiak is ezeken a szigeteken bányázták a vasércet, amit itt dolgoztak fel. A városba levezető kerékpárutat egy kereszteződésnél elvétettük, így az utolsó 1-2 kilométert gyalogösvényen tettük meg. Szerencsére lefelé. Olaszországban a lakóautózásnak komoly hagyományai vannak, ennek fényes bizonyítéka a város tengerparti részein kialakított park. Piombino parti része is jó kerékpározható, pazar kilátással a tengerre.
területi múzeumnak a város egykori erődje ad helyet. Érdemes előre tájékozódni a nyilvántartásokról, ugyanis sok múzeum van zárva, hétfőn vagy kedden, illetve szezononként változóan. Mi a helyszínen tájékozottunk, így nem is tudtuk megnézni a retrusz kiállítást. Az öböl panorámája azért nyugtat egy kis vigaszt. A város világító tornya egy sziklánál, amit összekötöttek az óvárossal, és egy térre alakítottak, valószínűleg annó erődítési céllal. Az viszont biztos, hogy most remek közösségi tér lett, ahonnan Elba szigetét is lehet látni. Piombino városa tipikus mediterrán hangulatú, mivel nem tartozik a legfelkapottabb helyek közé, bátrabban próbáltunk ki egy sétáló utcai kis étterem. Az ételék minőségén érezhető volt, hogy a hely nem csak a turistákból él. Minden nagyon jó volt. Ebéd után tekerektünk még egy kicsit a városban, majd lementünk a komkikötőbe, hogy tájékozódjunk a holnapi menetrendről Elba oda-vissza viszonylatában. A visszaút a Google által ajánlott útvonal volt. Érdekes helyeken vezetett bennünket, de most nem vitt járhatatlan utat. Az biztos, hogy az ember kerékpárral sokkal jobban meg tud ismerni egy tájat, és nem csak a kötelező látnivalók maradnak meg benne, amiket amúgy a neten is gondolomig nézhet. A kempingbe visszaérve ismét meggyőződtünk abban, hogy a hely a kisgyermekesek egyik paradicsoma. A napi teljesítmény 50 km lett. Másnap reggel elindultunk a komkikötő felé, ami kb. 18 km-re van a kempingtől. Az útvonalat a Google által javasolt, leggyorsabb szerint választottuk. Kb. 6-7 km-t mentünk főúton, amit csak jó idegzetűeknek javasolok. A kikötőben gyorsan megnéztük a jegyeket, meg is vettük, amik kettő főre 85 euróba kerültek oda-vissza. A kerékpárosoknak, gyalogosoknak mindig van hely. Egyébként Korzikára is indulnak innét kompok, szerintem olcsóbban, mint az ismertebb Livornóból.
hajóút maga is egy élmény, ami kb. Egy óráig tart. A Kumpon van büfé, kávézó és játszótér is. Mukira nem kértek fel árat, igaz nem is jeleztük a jegyvásárlásakor, de az eladó látta, hogy velünk van. A hajón sem zavart senkit. Kompunk Portoferraioba kötött ki, ami Elba fővárosa, a maga 12.000 fős lakosságával. Elbáról a legtöbb embernek Napóleon jut eszébe, de a sziget királyának kinevezett száműzött császár csak 8 hónapot töltött itt. Az igaz, hogy ez idő alatt nagyot lendített a sziget gazdaságán. A kikötő és a város hangulata is elragadó. Mielőtt elindultunk volna az erőd felé, úgy döntöttünk, megkóstoljuk a helyi pizzát. Teljesen jó volt. Igaz, hogy csak május vége van, de sokkal több turistára számítottunk. A belvárosi utcák is kényelmesen kerékpározhatóak. Ez az épület Napóleon téli rezidenciája volt, persze zárva. Nem tanultunk a tegnapi esetből, igenis meg kell nézni a nyitvatartásokat, főleg szezonon kívül. Napóleon villájától nem messze van a Medici erőd bejárata. Itt, mikor megkérdeztük, hogy hová rakhatjuk a bicikliket, a recepciós hölgy azt mondta, nyugodtan vigyük magunkkal, és a hátsó kapun távozzunk. Jó ötletnek tűnt, csak nem vett figyelembe, hogy 35 kg-os e-bike-okról van szó csomagokkal, és elég sok meredek lépcsőről. Minden esetre nagy élmény lett belőle, persze pozitív értelemben. A 16. században épített és Napóleon alatt modernizált és bővített erődből csodálatos a kilátás, nem érdemes kihagyni. Az erőd végigjárása részben biciklivel kb. Egy órát vett igénybe. A belépő 7 euró per fő volt. Miután már mindenkinek nagyon melege lett, úgy döntöttünk, hogy elmegyünk egy védett, sekélyvízű, így májusban is kellemesen meleg, homokos strandra. Elbán mindenféle strand van, sziklás, apró kavicsos és homokos is. A Google-n kinéztük a Procio nevű települést, legalábbis remélem így ejtik, és el is indultunk a kb. 10 kilométerre lévő strandjára. Elba a domborzata miatt nem igen mondható kerékpáros barát helynek. Persze ezt tetézi, hogy kiépített bicikli utak sincsenek. A fő utakon, meredek emelkedőkön jól jött az e-bike. Véleményem szerint a sziget nevezetességeit egy nap alatt is be lehet járni, mondjuk ha valaki autót vagy robogót bérel. A robogó 20-30, az autó 40-60 euró per nap. Azt az 5-6 kötelező látnivalót a kis szigeten bármely motoros járművel gyorsan be lehet járni.
Személy szerint legközelebb egy nagyobb rovót bérlünk, majd persze most is marad ki látnivaló, hogy vissza kelljen jönni. A tökéletes időjárás ellenére a strandon alig voltak turisták. A helyben nem csalódtunk, a víz 28 fok feletti lehetett, és Mukinak is megvolt az első tapasztalata a sós vízzel. Visszafelé nyugodtan indultunk, ugyanis a kompjegy az összes járatra érvényes visszafelé. Függetlenül attól, hogy melyik társaság indul éppen. Elbánt érdemes még megnézni a Napóleon nyári villáját is, a Bánya is régészeti múzeumokat, valamint az 1018 méter magas Capone hegycsúcsról a kilátást, ahová egy ketreces libegővel lehet feljutni. Az út ebben az irányban is látványos volt, és kb. Fél órát vett igénybe a kikötőig. Kompúton már elég fáradtak voltunk, pedig még 18 kilométer a kempingig. A kikötőtől a kempingig kb. 3-4 órát tekertünk, végig főúton, hát este jól aludtunk. Másnap egész nap pihentünk, illetve kimentünk az 1 kilométer lévő tengerparti szabadstrandra, ahová egyébként a kempingből óránként van egy kis vonatjárat is. Másnap reggel indultunk haza, azzal a tudattal, hogy ide majd az unokákkal vissza fogunk térni.